Divat bemutató a Dombóvári Művelődési Ház színpadán. Az Eszterházi Miklós Technikum tanulói a modellek. Az iskolában már évek óta képeznek szakembereket a ruhás szakmákban. Az iskolában már több mint 40 éve a ruhás szakmák tanításával, oktatásával foglalkozom. Kezdetben női szabokat, férfi szabokat tanítottam, aztán technikusokat, és ma nagyon-nagyon sok felnőtt képzésben résztvevő hallgatónk van, akik visszajönnek és divatszabó szakmát szereznek az iskolában. Korábban már tartottak divatbemutatót, mondja az intézmény vezetője. Ezt a divatbemutatót azt hiszem, hogy 4 éve csináltuk meg először, és akkor még igen szűk körben voltunk, tehát a mi tanulóink vettek részt, tehát ők ültek lent a nézőtéren. Most terjesztettük ki, most lettek meghívott vendégeink, most lettek kis táncosok. Tehát igazából akkor volt talán a főpróba, és most csináltunk egy nagyobb, ha lehet azt mondani, sót, de igazán jól éreztük magunkat, tehát azt hiszem, hogy azért rendszer lesz belőle. Ételek, édességek a terített asztalon, ezeket is az iskola tanulói készítették. Ez az iskola Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában van. Ez az Eszterházi Miklós Technikum Szakképzőiskola és Kollégium, rengeteg szakmát kínálunk. Egyébként a divattervező, illetve a női szabó az a kreatív ágazatnak a szakmája, és a kreatív ágazaton belül mi nagyon széles spektrumon dolgozunk, mert színpadtechnikusokat vagy színpadvilágítástechnikusokat is képzünk, mondjuk ott a József Attila Színház például a külső partnerünk. Tehát igen, elhagyjuk az iskola falait többször is, és nagyon-nagyon sok szakmát kínálunk a gyerekeknek. Ezek közé tartoznak a vendéglátóipari szakmák többek között. A divat bemutatón egyébként a dombóvári cégek, szabóságok, ruhakészítők termékeit mutatták be a fiatalok.